Hello mindenki, lesz vagyok, ez pedig itt a Cuphead 7. része. Előző részben itt hagytuk abba, elvileg ez egy ilyen run and gun pálya lesz. Ezt elvileg az előző rész végén próbáltam ki, és azt hittem, hogy ott helyben így fejbe lövöm magam, de megpróbáljuk a megpróbálhatatlant. Jézus. Oké. Oké. Jó, nem jó. El akarom kerülni a léggömböket. Eddig jó vagyok. Nem jó. Mégse vagyok jó. Átváltunk. Oh, hello. És gondolom ez a labda ugyanúgy megsebez engem. Aha. Ó, Jézus. Miért van olyan érzésem, hogy nem vagyok jó ebben? Már értem, hogyha ott leesek. Oké, már a felénél tartottam, ez jó jel. Nem vagyok olyan szerencsecsomag, mint gondoltam. Csak itt a lufiknál kell vigyáznom nagyon. Ja, igen. Ha lufikat is meglövöm, akkor viszont szétdurrannak, és az nekem nem jó. Csak ez a ugró baszok. Jaj. Se ne engem szolgál, hanem inkább ellenem van. Jó. Mi a... Jó. Itt valami gáz lesz, ez nem lesz a legjobb. Itt inkább gyorsan átfutok, az lesz a biztos. Luffy. Nem jó. Oké. Nem jó. Amikor kéne, akkor persze... Jó, egy életem van, nagyon, nagyon szeretem ezt a játékot. Arra viszont még mindig nem jöttem rá, hogy ott mit kellene csinálnom. Jó. Nem jó. Banyek! Nem hiszem el. Persze, hogy a vége előtt. Sírva fakadok. És nem látok a hajamtól. Hagyjál békén, rohadt mágus. Szóval a Luffy-tól óvakodni kell. Persze, hogy ellenem van még ez az ugrópad is. Nem banyek. Föl! Hopp! Hopi! Nem hopi, de hopi. Banyek. És megint csak egy életem van. Nem leszünk így jóba. Ezzel meg így pláne. Szóval az a labda sebez engem. Itt meg ezeket a... Há? Ezeket így gyorsan le kell lövöldöznöm.
Jaj! Éreztem, hogy ez lesz. Éreztem, hogy ez lesz. Gondoltam, hogy ha egyszer eljutok odáig, akkor ott már biztos, hogy meg fognak lőni. Jó. Nop. Oh, ha. Siker. Hagyjál békén, mágus. Jó. Majd... Jó, ezt nem pont így terveztem. De így se rossz. Az te ki vagy? Jesus! Nope, nem kell kacsa. Nope, kacsa. Nope, kacsa. Kész? Ennyi volt? S, N. Nem tudom, te mi vagy. Jesus! Snacks. Anyám, ketchup. Á, most! Megijedtem egy adag mustártól. Úgy érzem, ez egy picit tiki. Nem tudom, hány idő próbálkozásra sikerült ismét eljutnom idáig, de nem volt a legegyszerűbb tortúra annyi szent. Körülbelül, mint annál az erdős pályánál, nagyon jó vagyok. Valamiért, ha a lefele gombot nyomom, hogy én leszeretnék guggolni, Cuphead azt veszi, hogy ő most le akar ugrani arról a deszkáról, és nem először játssz el velem. És kezdek ideges lenni. Ismét itt. Jó. Nem jó. Nem. Ezek a perecek, ha nem lennének itt, amik így ugrálnak, akkor még jobb is lenne, könnyebb lenne itt ellavírozni. Persze, hogy rásek. Hova máshova. Pusztulj már el. Rohadt mustár. A zöld az nem tudom mi, nem is akarom tudni. Ketchup. Pont a vége előtt. Imádom. Egyszerűen imádom. Oké, fussunk neki még egyszer ennek a mustáros, ketchupos, nem tudom minek. És fogalmam sincs mi a harmadik, ami a zöld. Persze. Egy életem van, azt is vegyétek el tőlem. Nem szóltam, nem szóltam. Nem mondok egy szót se. Aha. Látlak, sutyó. Most nem lenne jó meghalni? Ez az. Ah, ő halt meg. Nagyon jó. Utolsó. Ez az. Kész. 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 Amen. Nagyon sokat szenvedtem ezzel a részsel. Ez... nem tudom hány... ó, az ötöt azt összeszedtem. Nagyon jó. Király vagyok. C+. Jó lesz az. Maradhat.
Ah, még a szívem is megállt. Kaptam még egy hidat. Köszi, de amúgy ezt meg tudom kerülni amúgy is. Na, térjünk vissza madárkánkhoz. Valihez, vagy Vallihoz, nem tudom. Opa. A kakukkos órához. Na, banyek, már most a legelején megszívtam. Hármat ütött az óra. Fázisváltás. Tollzápor. És én nagyon kancsal vagyok. Mert pont belementem az első tollba, ami felém repült. Jó, úgy érzem, hosszú kísérletezés fog előttünk állni. Főleg, hogy még ezek a kis dagadt madárkák is bedalzavarnak a képbe, ami engem nagyon idegesít. Oké, fázisváltás, nagyon jó. Most jön ez a kis kopasz. Nem pont így terveztem, de első próbálkozásnak úgy gondolom nem rossz. Ezután ugye az a hordágyas lesz, amikor hordággyal repül az a izé. De... meg lehet ezt oldani teljesen jól. Nem olyan... Oké, túl közel voltam, amikor szétrobbant a tojás. Ha, pont kikerültem. Oké, fázisváltás. Tollzápor. Nem tudom, mennyire látszik a képen, de körülbelül kacsázik a szemem. Nem tudom, minek mondjam. Vagy az én reakcióidőm lassú, vagy Cuphead-ő. Inkább lefele kéne, mert jönnek a kis madarkák is. Oké. Ennyi volt a tollakból. Ezt a kis kopaszt nehéz egy picit kikerülni. És megint csak egy életem maradt, ami nem a legjobb. Ha! Pont fölöttem. Ja, hogy ez követ engem. Értelek. Oké. Lássuk. Tudom, hogy egyszer sikerült eljutnom az utolsó fázisig, még az előző részben. Nem tudom, hogyan sikerült. De megint össze kéne hozni. Na! Pont belerepültem a tojásba. Tolvihar. Le, föl. Megint belerepültem a tollba. Banyek. Nem jó. Ezek a tollak, ezek nem az én erősségem, úgy veszem észre. Oké, ismét itt vagyunk kopaszkával.
Valamennyivel több életem van, mint az előbb. Az a lényeg, hogy nem szabad egy helyben maradnom. Legalábbis eddig erre jöttem rá. Tojás. Ezt se kéne csinálnom. Oké, ismét kopaszka a porondon, és elrontottam már két életemet. Jaj, átkozott tojások. Hát ebben nem lesz semmi jó. Utolsó fázisra egy élet, kizár dolog, hogy sikerülni fog. Mondom én. Oké, kopaszka kinyúlt, és most fogok én, ugyanis Jézus. Aha. Értem. Egyszerre három ellenségre kell figyelnem. Ott van ugye maga a madarunk, illetve a két röpködő kis hordágyas madárkája, akik szintén köpködik ki a kis kapszuláikat, és ezt nekem ki kéne kerülnöm. Megoldjuk. Ez az! Sikerült! Rájöttem, ugye van másik fegyver is most már a repülőgépnél, ami így lefele dobálja a kis bombákat, és az kellett ehhez az utolsó fázishoz, és a kis kopaszka állandóan levette az összes életemet, és ott rontottam el nagyon. Hú, B-minuszt kaptam, és hányszor előttem a szupert, úristen, most már azzal lövöldözgettem ezt a rohadt madarat, hogy végre meghaljon. De sikerült. Szóval, ez is megvan. És kaptunk egy szivárványhidat. És kaptunk még egy... mi ez? Mindjárt eszembe jut... lélekszerződést. Nézzünk be a boltba. Welcome! Imádom. Vegyük meg ezt a perit. Ó, ez se rossz. Ez automatikusan jön. Mennyi van még? 3? Jó, egyelőre még gyűjtögetünk. Goodbye, köszi. Jó van, ezt a periseket. Perit megvettük. Jó. És akkor következő részben, ugye eddig itt fölfele kalandoztunk, most viszont jön ez. Ez a hullámvasút. Erre emlékszem, ez Oven videójában is benne van. Ez Bepi a bohóc, azt hiszem. És ez valami borzalmas. De reméljük sikerül. Következő részben ezzel folytatjuk, remélem várjátok. Ha tetszett nektek ez a rész, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek, kommentbe írjátok meg, hogy eddig szerintetek mennyire teljesítek jól, és mennyire nem. Szóval, a következő részben találkozunk. Köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót, sziasztok!